Csütörtök hajnalban Oroszország Sáhed öngyilkos drónokkal támadta a délkelet területet és más régiókat is, írja az ukrajinska Pravda. A portál szerint az ukrán légvédelem három drónt megsemmisített Dnipropetrovszk megyében, de ezek maradványai lakóépületekre zuhantak. Egy házban súlyos, hat másikban pedig kisebb károk keletkeztek. Ezen kívül nyolc másik melléképületben és három autóban is károk keletkeztek, a száraz fű pedig egy helyen kigyulladt. De azóta már eloltották a tüzet. Az ukrajniska pravda szerint hajnalban több másik ehhez hasonló csapás is történt a Mikolajivi, Zaporizsjai, Dnipropetrovszki és Szumi területeken. Összesen 22 dront vetettek be, amelyek közül 17-et tudott lelőni az ukrán légvédelem.